Szavazás következik. Az egységes javaslat 68. szakasz alapján a törvényi javaslat elfogadásra volt, a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata is szükséges. Erről a Jobbik képviselő csoportja népszerű szavazást kér. Tisztelt országgyűlés, megvárjuk, még a Jobbik képviselő csoportja elhagyja az ülésteret. Tisztelt országgyűlés, tehát most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat 68. szakasz alapján a törvény javaslat elfogadása a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata szükséges. Erről a Jobbik képviselőcsoportja név szerinti szavazást kér. Kérem a jegyzőket, hogy felvágják, olvassák fel a képviselők nevét, majd a leadott szavazatok hangos visszaismétlését rögzik. Tisztelettel fölhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a országgyűlés házszabálya egyértelműen kell. Itt egy szépnek kiszorított, nem tudom. Engedjétek be az urat. Nem tudom, hát itt van a szék előtte. Nem lehet. Kikem azt nézzük, mi történik. Oda nézzen. Oda nézzen. Az fontosabb. Oda nézzen már oda fölhúzni. Oda nézzen. Ott. Várjon egy kicsit a kamerát. Egy percet. Vagy a frakció vezetőkkel. Arra kérem az egyes frakcióvezetőket, biztosítsák a ház rendjének, az ülés 10 perc múlva folytatjuk. Mivel a Jobbik képviselőcsoport nem teszi lehetővé azt, hogy a név szerinti szavazásnál a baloldali ellenzéki jegyző felüljön és onnan vezényelje és ismertesse, nagyon szépen kérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket, és figyeljenek rám. Ezért most azt kérem a háztól, erősítse meg azt, hogy mivel a Jobbik képviselőcsoportja nem teszi lehetővé a név szerinti szavazást, és ők kezdeményezték ezt, a ház ezt a szavazást gombnyomással teljesítette. Rosszkor hívtál. Akik egyetértenek azzal, hogy ebben a rendkívüli helyzetben a ház a név szerinti szavazást eltérően gombnyomással szavazzon, aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! Oh!
kapcsolat fel, felnőtt azért, hogy az előtti emelvén ez Halló? Halló? Nem. Az elnök nem a székében. Képviselőtársaim, azok, akik a házszabályt lábbal tiporják, már ne tegyenek olyan megállapítást, hogy mi házszabály szerű és mi nem. Jelenlét ellenőrzés következik, kérem képviselőtársaim, nyomják meg valami gombot. Megállapítom, hogy az országgyűlés határozat képes. 265 jelenlévő és távol 120-an vannak. Most akkor arra kérem képviselőtársaimat, mivel a jobbik képviselőcsoport magatartásával nem teszi lehetővé azt, hogy név szerinti szavazást a házszabályi előírásoknak megfelelően tartsuk, hogy gombnyomással kérem, aki elfogadja. Thank you.
Meg hangránál. Most kéne, hogy mennek kifelé, hogy megállnak.